Sziasztok, ez az Adom a dalod, a Petőfi TV zenei láncreakciója. Ezúttal egy olyan zenekart keresek fel, amelyet először 5 évvel ezelőtt a Füles Bagoly zenei tehetségkutató budapesti döntőjében láttam, és ami azóta is benne van a magyar könnyű zenei körforgásban. Ennek a csapatnak Hegedűs Bori és Temfri Erik közös dalát kell majd feldolgoznia, hiszen múltkor ők jártak nálunk, és adták elő Trap Kapitány és a Da Sudrász Ketten vagyunk a szobában című számát, ami így szólt. Ketten vagyunk a lakásban, ketten vagyunk a lakásban, ketten vagyunk a lakásban, ketten vagyunk a lakásban. Egészen megható dal kerekedett ebből az egyébként kissé vicces szerzeményből. Na de lássuk, hogy most Bori és Erik számát kikapja. Mai formációnk a nevét egy ókori perzsa istenség után kapta, akihez a bölcsesség és a termékenység kötődött. Reméljük, ma is nagyon termékeny lesz a The Anahit zenekar, de lássuk, hogy mit kell még tudni a csapatról. A The Anahit név a perzsa mitológiából származik. Anahit a bölcsesség, a gyógyítás és a vízistennője. A formáció énekes dalszerzője Csányi Rita Londonban tanult egy kortárs zenei egyetemen, a The Anahitet is itt támadta meg 2016-ban, miután hazaköltözött Budapestre, összeállt a zenekar. Hey! Hey! 2018 nyarán az Éter Fesztivál tehetségkutatóját megnyerve sikerült eljutniük a Sziget Fesztiválra, amely fontos mérföldkő volt a formáció életében. 2019-ben elnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját. Ugyanebben az évben a Halott pénz előtt zenéltek Pécsen és Budapesten. 2022-ben jelent meg a The Anahit Válságpop című lemeze, amin angol, magyar és még spanyol nyelvű dalok is elhangzanak. Szevasztok, srácok! Na, de ezt már szeretem, szinte szó szerint ég a kezetek alatt a munka, ahogy nézem. Azt látom, itt ilyen matriarhátus van, hogy a fiúk dolgoznak, és Rita nem tudom, hogy mit csinál éppen, hát Serényen videózik. Hogy ez a munka megosztás nálatok? Rita szokta hozni az alapötleteket, ahogy most a grillezésnél, úgy a daloknál is. Mi meg a megvalósítói vagyunk az ő nagyszerű terveinek. Hát de tényleg költői. A TikTokon is látom, hogy nagyon aktívak vagytok. A fiúk azt hogy bírják, hogy folyton szerepelnek a különböző social media tartalmakban. Szerintem egyre jobban élvezzük. A legutóbbi albumotokat is az ott lévő trendeknek megfelelően alakítottátok, vagy az arculatát legalábbis. Az honnan jött, hogy ez ennyire hatott rátok? Hát az egész úgy indult, hogy viccből készült egy videó, amiben a gázszámla nem befizetéséről írtam egy ilyen kis dalszösszenetet, és annyira szerették az emberek, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor adjunk ki egy szingelt. És mivel pont abban az időszakban jöttek ezek az ilyen nagyon durva árnövekedések, minden egyéb ilyen típusú témákra kezdtem el dalszöveket gyártani, meg dallamokat, és annyira szerették az emberek, hogy folyamatosan szingleket kezdtünk el kiadni, mert a fiúkkal utána mindig megvalósítottuk a teljes dalt így együtt. És egyre több ilyen dal gyűlt össze, és tulajdonképpen TikTokon írtunk egy teljes albumot, és ez lett a Válságpop lemezünk. Teljesen jól lehetett ötvözni a zenét ezzel a felülettel, és szerintem Ritter tök jól kapott a lehetőségen, és egy tök jó teret adott. Leginkább az jellemző ránk, hogy zenei tartalmakat csinálunk, van egy sorozatunk, az Így születnek a dalok című sorozatunk. De mit szólsz ehhez, hogy ennyire telefonközpontú lett mondjuk a zenekarnak ez az oldala, és az életét ennyire meghatározza ez? Az a gond, hogy szerintem már nagyon nehéz telefon nélkül létezni, és hogyha mi ebből tudunk ezzel együtt dolgozni, és mindenféle kreatív lehetőségét kiaknázni, akkor ennek meg kell fogni. Mert most lehet ellene tenni minden, de a világ efelé megy, hogy minden digitalizálódik, úgyhogy az egy másik kérdés, hogy érdemes-e kamerák előtt élni az életünket. De szerepelni azt viszont mennyire szeretünk. Szeretünk. Azt igen. Zenészek vagyunk, színpadon élünk, ott vagyunk teljesen önmagunk. Úgyhogy nem idegen ez se tőlünk. Ja, én is szeretek szerepelni, meg enni is, úgyhogy alig várom, hogy egyáltalán elkészüljön ez a finom hús. Nagyon szép tálalás lett ez így, fiúk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megvendégeltek. Egyébként a dalszerzés is hasonlóan működik nálatok, hogy
Általában Rita ötleteit ilyen fogyaszthatóvá változtatjátok? Igen, bár amúgy arról fogyasztható, amiket Rita hoz, szóval ő már bepácolja nekünk előre. Most nekünk már csak meg kell sütni, meg a kis körítést hozzátenni. Ráadásul ti nem csak magyar, nem angol nyelven is alkottok. Mennyire van ez még tervben, hogy akár mondjuk külföldi piacokat is meghódítotok? Most már harmadjára voltunk Varsóban, és abszolút célunk az, hogy ez így folyamatos legyen, és a jó hír az, hogy mindig nagyon sokan vannak, és most már hívnak minket, úgyhogy ez az egyik ilyen kapu, ami abszolút kinyílt számunkra. A másik pedig, ami szintén most történt, ez pedig az, hogy bekerültünk a Sziget Fesztivál ajánlásával a Revellandba, ami egy Európai Uniós projekt, ami alapvetően multiszenzoros koncertek létrehozását támogatja, aminek az a célja, hogy sikertek és nagyot hallók ugyanúgy tudjanak élvezni koncerteket, mint ahogyan mi élvezzük a koncerteket. Középtávoli álmaitok micsoda, hogyha meg lehet ilyeneket fogalmazni? Az egyéves tervünk az biztosan az, hogy egy akvárium nagy halat szeretnénk megtölteni. Ezt úgy gondolnánk, hogy ez egy méltó lépcső lenne egy következőleg. Aztán merünk még nagyobbakat álmodni, és hát itthoni cénában akár 5-6 éven belül azért szeretnénk egy Budapest parkot, merjünk nagyot álmodni, és merjünk megtenni azért mindent. Hát kívánom, hogy mindez teljesüljön, viszont most, hogy megettük ezt a sok finomságot, ha nem baj, én elrabolnám Ritát egy kis asszociációs játékra. Jó, mi úgyis eddig mosogatunk sokával. Helyes! Hogy ne zavarjanak be a fiúk, most csak a te zenei előképeidre lennék kíváncsi, ami asszociációs játékunk segítségével jön is az első kifejezés. Fall. Fall egyértelműen Roger Waters The Wall. Nagyon nagy inspiráció volt számomra, mert édesapám ezen nevelt tulajdonképpen, amikor gyerek voltam, és rengeteget hallgattuk kocsiban, otthon, mesélt róla, analizáltuk együtt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos zenei élmény, és egy fantasztikus zenei produktum, meg alkotás, ami nagy hatással volt rám. Rap. Nagyon sok rappet hallgatok, és Eminem jut eszembe, mert ő az abszolút idolom ilyen szempontból. Rengeteget hallgattam tini koromban is, és rengeteget hallgatom most is. A dalszövegek őszintessége, meg ahogy így nyíltan beszél, akár agresszív, önpusztító dolgokról, stb. Tehát az a nyíltság és őszintesség, ami benne van a dalaiban, az egészen elképesztő, és engem mindig is inspirált. Hoffi, erről abszolút Beton Hoffi jut eszembe, mégpedig azért, mert ő a kedvenc, egyik kedvenc magyar előadóm. Én a nagy szépséget keresem, ez a csóktól a váló kereseti. Imádom a dalszövegeit, az őszintességet, az, hogy nagyon extrák a hangszerelések, és úgy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon igazán egyedi egyéniség szerintem most így a hazai paletten, és ezt már szerintem több helyen is elmondtam, de most is elmondom. Kell egy jó kollab. Egy jó kollab, az kollab nagyon jó. De hogy tényleg azt érzem, hogy például egy előadó, akivel találnék témákban például itt közös nevezőt, meg ilyesmi, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Csináltam is egy cover TikTokon az egyik dalából, úgyhogy látható. Gyere. Moulin Rouge. Erről abszolút Christina Aguilera jut eszembe, a Lady Marmalade miatt. Nekem egy ilyen tök meghatározó pop sláger volt így az életemben, és amúgy nagyon nagy Christina Aguilera rajongó voltam mindig is, elsősorban így énektechnikai dolgok miatt. Annyira erősek énektechnikailag ezek a dolgok, hogy még így a mai napig is így előveszem így otthon ilyen gyakorlás, meg kihívás terén. Bohóc, úris. Hát Bohócra abszolút a Szétcsúsztam jut eszembe, mert ott a Soma a Bohócnak volt sminkelve a videoklipünkben. Legalább ennyi most jár. Nevetek azon, hogy fáj. Kitaláltuk azt, hogy Somának ilyen micsoda színészi skilljei vannak, mert nagyon imádom azt, hogy az arcán, ahogy látjuk az érzéseket, meg minden, és tök meglepő volt nekünk, hogy ilyenre képes ő, ilyen színészi kvalitásai voltak, és nagyon szeretjük ezt a dalt, az egyik leghallgatottabb magyar nyelvű dalunk, úgyhogy nagyon közel áll a szívünkhöz. Zongora. A zongora az egy nagyon csodálatos hangszer, és egyébként tehát, hogy arra annyit tudom használni, hogy így akkordokat lefogok, és akkor így írogatok rajta. Sőt, van, hogy így a nagyon béna kezeimmel riffeket játszok fel, és azok egyébként tök jól működnek. Tehát ennyire képben vagyok nyilván. Egyszerűen csak az van, hogy a
így a kis ujjaim nem úgy működnek szerintem, ahogy kellene, és nem tudom így kitolni, vagy ilyesmi. Abszolút, de nagyon bánom, hogy nem tudok elég jól zongorázni. Na most akár itt lehetőséged lesz ellesni is néhány fogást a zongorán, azoktól az előadóktól, akiket hoztam nektek, ugyanis Hegedűs Bori és Temfli Erik számát szeretném, hogy feldolgozd. Ez a Széthullik minden, és hát Erik nagyon jól zongorázik, a dal is igen zongoraközpontú, meg is mutatom neked. Széthullik minden, most semmiért nem kár, az egész te jót, csak a nagy csendre vár. Szétesik halkan ez a világ, nincs rossz vagy jó. Egy ennyire hangszerésének központú dalhoz hogyan kell nekifogni? Ilyenkor mindig azt szoktam eldönteni egy feldolgozásnál így előre, hogy teljesen más legyen, mint az eredeti. Mert engem nagyon, nagyon tud zavarni az, amikor úgy dolgoznak fel egy dalt, hogy ja, csak valaki más énekli. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha itt teljesen a saját személyiségünkre formáljuk így a fiúkkal. Abszolút közös megegyezés alapján zajlik a munkafolyamat, és gyakorlatilag olyan, hogyha belelátnánk így egymás fejébe, és abszolút egymásra vagyunk hangolódva, úgyhogy nincs ilyen, hogy én diktálok, hanem ez egy abszolút közös csapatmunka minden téren. Hát ez az összhang, majd meglátom a próbán, hogy működik köztetek. Most viszont még egy feladatot kiosztok neked, méghozzá azt, hogy kérdezősködj Borinál és Eriknél bármiről. Milyen nehézségekkel jár az, hogy nem csak zenészként, hanem magánemberként is egy párt alkottok? Szerintem nem jár nehézségekkel, sőt a mi esetünkben szerintem meg is könnyíti a közös munkát, hogy egyébként egy pár vagyunk. Igazából körülöttünk nagyon sok ilyen zenészpár is született, akiknél ugye inkább álltok ez a dolog, de nálunk egy, nagyon ritka ez, hogy áldássá vált. A kiskutyám Noki nagyon szereti a zenét, viszont retteg a táncoló emberektől. A ti kiskutyátok hogy van ezzel? Tegnap egy pár napot játszott a zongorán, annyira nem inspirálta, viszont cellofánt mi visszük rendszeresen koncertekre, meg zenés helyszínekre, és igazából teljesen el van, nagyon szerintem még szereti is. Hogy kezelitek azt, hogyha egy rajongó erősebben bepróbálkozik a másiknál? Volt ebből valaha féltékenység köztetek? Az én válaszom könnyű, mert nekem nincsenek rajongóim. Nekem sincsenek rajongóim. De neked vannak azért, Borikám. Ez nem számít. Nekem most a legutóbbi élményem az volt, hogy egy koncert után szóltak a sátorból, hogy menjek ki, mert egy pasas várja, hogy fotózkodjunk. És mondta, hogy ő nem akar rajta lenni a képen, csak hogy engem akar lefotózni. És mindenhogyan beállított, így állj, úgy állj, rám közelített. Mondom, mi történik, mire kell neked ez a kép, ahol egyedül állok egy fotó, megtaláld a neten, vagy akárhol. És majd utána bementem, és megint visszahívott, hogy sajnos elmosódott, és többet kéne készítenie. Mondom, ilyet még nem láttam. Mit utáltok a zenélésben? Azt nem szeretem, hogy olyan a mi zenei szakmánk, hogy például nem lehet közben. Munka közben zenét hallgatni. Köszönöm. Hát miközben játszol, nyilván nem tud zenét hallgatni. Ja. Amit én nem szeretek, az, hogy nehéz közönséget és helyszínt választani, és hogyha a zene nem találkozik a közönséggel, akkor az a frontembernek, jelen esetben mondjuk nekem, az kényelmetlen tud lenni. Szétesik halkan ez a világ, már mindegy, hogy rossz vagy jó. Tulajdonképpen ez egy környezet kímélő próba, mert hogyha az ember nem így fülhallgatón keresztül hallgatja a zenéteket, akkor gyakorlatilag teljesen csöndben voltatok, az énekhangot kivéve. Miért jó ez így nektek? Miért jobb a zenészeknek, hogy csak a fülesben halljátok egymást? Hát arra van lehetőségünk, hogy azt kérjünk be a fülünkbe, amit csak szeretnénk, úgyhogy mindenki olyan arányba kéri be a másikat, amennyire neki nem zavarja be a játéket. Ha azt kérünk be, amit akarunk, akkor kacsamesséket így gyorsan kérnék egy kicsit. Viszont magára a számra visszatérve azért, ez gondolom annyiban kicsit nehéz feladat volt talán neked itt, hogy itt egy nagyon jó énekesnő, Borinak a hangját kell valahogy egy más helyzetbe áttenni. Ilyenkor ez mennyire nehéz tényleg neked, hogy egy jó énekesnőként egy jó énekesnő dalát kell elénekelni? Jó énekesnőket mindig jó feldolgozni.
dolgozni szerintem, tehát hogy az egy nagyon jó dolog, de véletlenül sem akarok beleesni abba a hibába, hogy úgy próbáljam el énekelni, mint az eredeti énekes. Dani, te most a cipekedést a könnyebbik végéről fogtad meg, hogy csak az SPD padot használod. Így van. De miért döntöttél így, és miért nem mondjuk egy dobszerkóval készültél? Hát egyik részre a cipekedés miatt. Nem mondom, hogy így viccet félretéve, most ahogy itt lejöttünk a próbaterembe, és így elkezdtünk a dalnak a hangulatán gondolkodni, ugye nekem volt a legkönnyebb dolgom, mert nem volt benne dob az eredeti felvételben, úgyhogy így kb. Bármit szabadott, és hangulatához egy ilyen elektronikusabb hangszín jobban passzolt, mint az akusztikus dob, de tudtuk volna vinni ezt is, de végül is emellett döntöttünk. Volt már azért olyan, hogy feldolgozást csináltatok, de volt-e olyan, hogy nézte is az eredeti előadó azt a produkciót, amit ti adtok elő? Igen, Zsolt az Anima Sound Systemtől felkért minket, hogy készítsünk egy feldolgozást, és az egyik koncertünkre eljött, ahol tényleg meghallgathatta ezt a feldolgozást. Én csak addigra már annyira jobban voltunk a Zsoltán, hogy én akkor már így kevésbé izgultam. Most akkor hasonló lesz a helyzet, csak talán egy kicsit még izgalmasabb. Hamarosan meghallgathatjuk Hegedűs Bori és Temfli Erik Széthullik minden című számát a The Anahit előadásában, de előtte a zenészeinkkel együtt kielemezzük a szám szövegét. Az én fejemben ez egy ilyen apokalipszis, egy ilyen világszéthullás. És összehozzam a fán. Széthullik minden, most semmiért nem kár. Számomra ez a dalszöveg arról szól, amikor így az életedben van egy olyan állomás, hogy éppen úgy érzed, hogy tényleg széthullik így minden körülötted, és mégis újraépül. És az az izgalmas, hogy pont egy ilyen hasonló életszakaszban vagyok, úgyhogy nagyon tudtam ehhez a gondolathoz kapcsolódni. A boldogság csak célzott hirdetés, de ki kell bírni még néhány szívverést. A boldogság csak célzott hirdetés, de ki kell bírni még néhány szívverést. És sajnos én is beleesek abba a hibába, hogy én nagyon szeretem megmutatni, miközben ez nem természetes valahol, hogy én folyton mondjuk social médiában vagy itt-ottamot kimutassam azt, hogy amúgy én boldog vagyok. Valamilyen megmutatási kényszer. És ha ezt sikerül levetkőznöm, akkor szerintem még boldogabb leszek. Élvezem, most megmozdul minden. Volt egy sor, ami pedig nagyon-nagyon kiemelkedett számomra, viszont még most sem tudom eldönteni, hogy nagyon imádom, vagy kicsit furcsa, de az pedig az, hogy Azur Stockholm szindrómában. Az ég alatt vagyunk fogságban, Azur Stockholm szindrómában. Az ég alatt vagyunk fogságban, Azur Stockholm szindrómában. Amiben vagyunk földön, az egy fogság, mert hova menjünk innen? Tehát egy fogságban vagyunk, és a Stockholm-szindróma ugye az, amikor a fogvatartódat szereted. Tehát szerelmes vagy kvázi abba, aki miatt fogságban vagy. Tehát szereted a földet, szereted a szituációdat, de mégis szenvedsz benne. Nem maradt titok, nincs már hazugság, a belső csendben landol az igazság. Belső csendben landol az igazság. A saját belső csendünkben, a saját magányunkban találkozunk azzal, hogy mi az igazság. Ott csak egyedül tudsz önmagad lenni, senki előtt nem tudod a valódi énedet megmutatni, mert behatások miatt ez egyszerűen lehetetlen. De az igazi, valóságos önmagad az otthon egyedül teljesen néma csöndben, és akkor szembesülsz igazából a saját hibáiddal, meg a saját igazságaiddal. Nagyon sok időt kellett így egyedül töltenem a szöveggel, és sok belső munkát kellett így beletegyek így az elmúlt napokban, hogy amikor ez így színpadra kerül, akkor ez hitelesen hangozzon az én számból éneklés közben. Úgyhogy most már nagyon-nagyon megszerettem, de kellett egy ilyen összebarátkozási fázis nekem a dalszöveggel, és tényleg jó néhány este, amikor így gyúrtam magamban, és próbáltam teljes mértékben átérezni azt, hogy mi az, amiről énekelni fogok. Most, hogy kielemeztük a Széthullik minden című szám szövegét, hallgassuk is meg a The Anahit előadásában. Kattog az óra, hervad a művirág, már látni az idő izzó fogsorát. Ébred a személy, múlik a kényszer képzelt, az ördög alszik, én vagyok az a rossz természet.
Alszik bizony egy magunknak, teszünk rosszat. És benned is ez a szép, ami engem megmozgat. Mert mélyen álmodva minden jó tud lenni, de nincs is jobb, mint ébrá rosszat tenni. Élvezem, most megmozdul minden, mozdulok vele. Még létezem, megmozdul minden, mozdulok vele. Széthullik minden, már semmiért nem kár, az egész te jót már a nagy csendre vár. Szétesik halkan ez a világ, nincs rossz vagy jó, nincs rossz vagy jó. Nincs már hazugság, a belső csendben landol az igazság. Élvezem, megmozdul minden, mozdulok vele. Még létezem, megmozdul minden, és mozdulok vele. Széthullik minden, most semmi. Halkan ez a világ, már mindegy, hogy rossz vagy jó. Újabb dal esett át merész stílusváltáson, viszont nem tudom, hogy nektek ez a merészség mennyire jött be, Herik Bori. Fú, nagyon jó volt hallgatni, iszonyatosan izgalmas percek voltak. Szerintem, hogyha eredetileg így is így szólalt volna meg a dal még annó a műsorban, akkor lehet, hogy még a rádió is játszaná. Én tehát, hogy ritkán hallgatok mainstream rádiót, de hogyha hallgatnék, és ez szólna benne, biztos, hogy feltökerném a hangerőt. Én nem értek annyira ez a műfajhoz, ez az elektronikus zenéhez, de azt érzem, hogy iszonyatosan igényes, és nagyon-nagyon jól ki van dolgozva, nagyon-nagyon tetszettek a hangszínek, nagyon jó éneklés volt. És nagyon jó volt, ahogy így hárman ezt így előadtátok, én imádtam. Én pedig azon gondolkoztam, első, ami eszembe jutott, hogy egy a prozódiába, ahogy belenyúltatok, az nagyon jót tett neki, mert sokkal magyarosabb, tehát, hogy értelme van, és ez nem jutott akkor eszünkbe, hogy ez így, ennek is sokkal több értelme van, és a másik, hogy olyanná varázsoltatok a dalt, nekem is a rádió jutott eszembe, hogy igényes popzene, és ezt köszönjük. Én azt vettem észre, hogy ti is, és ti is izgultatok, nem tudom, melyik félnél volt ez inkább igaz. Rita,
te most mennyire izgultál, ugye beszéltük, hogy jelen esetben ott lesznek azok, akik a számot eredetileg szerezték, és ti meg feldolgoztátok. Én nagyon izgultam, de én eleve mindig izgulok, a fiúk már tudják, mindig nagyon izgulok, és most, hogy itt ültök, ezért is nagyon izgultam, meg a dalszöveg miatt egyébként elsősorban, nagyon-nagyon sok dalszöveg van, és próbáltam mindent memorizálni és egyben átérezni is. De szerintem jól sikerült. Abszolút, még szerintem nekem se sikerült így elénekelni, hogy minden sor úgy sikerült elénekelni, ahogy van. Szóval köszönjük szépen. Köszönjük szépen a The Anahitnek a fellépést, Bori Erik nektek pedig az értékelést. Ezzel az Adom a dalod mai adásának a végére értünk, de a zenei láncreakciónk nem áll meg, hiszen jövő héten majd a The Anahit adja tovább egyik saját számát. Ezt a dalt nem sokára ti is meghallgathatjátok, de hogy ki fogja feldolgozni, az csak a jövő héten derül ki. Addig is kövessetek minket extra tartalmakért a Petőfi TV online felületein, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, a YouTube csatornánkon pedig a műsorunk összes eddigi epizódját újra megnézhetitek. Most a The Anahit Szétcsúsztam című számával búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Legalább ennyi most jár, nevetek azon, hogy fáj, érzéstelenített szívvel. Nézek a hold felé, de felém ő sohasem néz, érzéstelenítve minden. Megint szétcsúsztam, nem érdekel, hogy hol leszek holnaptól. Feladtam, bárhogyan kérek, biztosan nem kapok. Meguntam, hogy a tegnap nyomot hagy az arcomon. Úgyhogy szétcsúsztam, így legalább úgy van, ahogy én akarom.